Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most arról van szó, hogy milyen korlátozások vannak, és mire kellene ügyelned. Ezt megtekintjük most ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megnézzük most ennél a kirakásnál. Ez a kép utal a korlátozásokra, és pontosan az, ami őt foglalkoztat, amin ő elgondolkozik. Az érmék utalnak az anyagiakra. Lehet, hogy van egy hölgy a háttérben, és pénzt követel tőle. Mivel itt anyagiakról van szó, az jelentheti a munkáját is, hogy sokat dolgozik, de keveset fizetnek érte, vagy nem kap elismerést. Ezen a képen ez a hölgy szimbolizálhat téged is. És ebben az esetben a belső értékekről van szó. És ő úgy gondolja, hogy te nem vagy tisztában a saját értékeiddel, és ezek korlátoznak téged. Erre utal a 9-es szám. Ez olyan, mint egy kerítés, nem megy tovább, holott kellene egy lépés tovább tenni, hogy elérjük a 10-es számot, ami egy új kezdetre utal, amikor egy új periódus kezdődik, és pontosan itt vagytok most ennél a kerítésnél. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Ezen a képen látható a főpap, és az utal az ő hitére. Ő hisz abban, hogy rendeződnek a dolgok, és közösen eléritek a 10-es számot, ami köztetek egy új kezdetre, vagy egy új irányra mutat. De visszatérve erre a kártyára, ez a főpap esküszik valamire, és lehet hinni a szavaiban. És az azt közli veled, ha ő közöl valamit, hihetsz ebben. És a következő kártya utal arra, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, mit közöl veled, én is szeretnék valamit mondani. Kérhettek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, az információkat megtaláljátok ott lent az infoboxban. És most megtekintjük a harmadik kártyát. Ez a harmadik kártya hasonló az első kártyához, hiszen itt értékekről van szó. Ami kettőtöket illet, akkor itt a belső értékekről. Ami az ő gondolatait illeti, amire az első kártya utal, a korlátozások. Ő úgy gondolja, hogy te nem vagy annak tudatában, hogy mennyire értékes vagy. És pontosan ez, amit szeretne közölni veled. Ezt jelenti ez a harmadik kártya. Ha mi megtekintjük ezt a képet, ott bal oldalon van egy fa. Én ezt mindig egy feldíszített karácsonyfával szoktam elmagyarázni. Itt minden olyan ragyog, úgy tűnik, hogy gyönyörű, fel van díszítve ez a fa. És ez a hölgy a képen ezeket a karácsonyfa díszeket tekinti meg. De ezek nem az ő értékei, hanem másokra utalnak. És az lehet, hogy te nem magadra figyelsz oda, hanem összehasonlítod magadat másokkal. De gondolj arra, ezek csak olyan karácsonyfa díszek. A te értékeid nem ezen a fán vannak, hanem ott a lábad előtt.
le kellene hajolni és felvenni ezt az egyetlen érmét, ezt birtokba venni, mert ez a tiéd. Ezek a valódi értékek, és az utal a te értékeidre. És pontosan ez a téma, ahogy ő lát téged, ahogy ő látja a helyzetet. De ő azt szeretné elérni, hogy te vedd észre ott a lábad előtt ezt az aranyérmét. És te légy tudatában azzal, hogy mennyire értékes vagy. És most megtekintjük a negyedik kártyát, és az jelentheti a megoldást. Ezen a képen láthatunk egy hölgyet, és a kezében tartja ezt a szívet, átöleli. Ezt kellene megérinteni. Itt szerelemről van szó kettőtök között, vagy olyan dolgokról, amit ti kedveltek, azt kézbe venni. És akkor így minden kivirágzik, és kihat az érzelmekre, hiszen ennél a képnél a kelyhekről van szó, ami érzelmekre utal. És én kívánok neked egy szép, és én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.